Köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Ma ketten is vendégeim itt a stúdióban, Gajas Lakatos Ákos, akivel már egyszer hónapokkal ezelőtt beszélgettem, és Barica Tibor. Mindkettőjükkel a sportról fogok beszélgetni, parasportról és más sportokról. Üdvözöllek benneteket itt a stúdióban. Szervusz. Üdvözlünk mi is mindenkit. Hát, ahogy elmondtam így a bevezetőben is, ugye Ákos, te már voltál a vendégem, Tibinek már a lányai voltak a vendégeim egyszer a légtornával kapcsolatban. Akkor hónapokkal ezelőtt téged, Ákos, picit jobban megismerhettek a városban élők, ugye, hogy kerekesszékesként, hát hogyan éled az életedet itt a városunkban, és mennyi mindenben tevékenykedsz. Akkor álltunk azelőtt, vagy álltál azelőtt, hogy a kerekesszékes kosárlabda csapat megalakuljon. Azóta megalakult ez a csapat, ezzel kapcsolatosan vagytok mind a ketten is egyébként, ezzel kapcsolatban is vagytok a vendégeim. Mi történt azóta? Üdvözlöm a nézőket. Hát hál' Istennek azóta megalakult a csapat. Várunk még jelentkezőket. Lesz majd, biztos vagyok benne, hogy lesznek új időpontok toborzásra. És hát nagyon-nagyon szeretnénk a 2020-as Magyar Bajnokságba már elindulni. Ugye akkor, amikor a vendégem voltál, akkor ilyen december környéki toborzás volt. Hogyan alakult ez a toborzás, illetve Tibi, te hogyan kapcsolódtál be a csapatba? Igazából majdnem egy ilyen toborzás jelleggel. Itt a csarnokban volt egy bemutató, amin az említett lányaim itt voltak és felléptek. Pont vége volt egy ilyen kerekesszékes mozgásnak, és én imádom a kosárlabdát, régen játszottam is. Ezért egy lehetőséget láttam, mert én is minimálisan sérült vagyok a lábamra. És egy nagyon jó lehetőségnek tűnt, hogy végre visszatalálni a pályára, a szeretett sporthoz, a labdához, és ez valóban így is volt. Úgyhogy azóta rendszeresen jövök, csinálom, gyakorlom, és jól esik. Hányan vagytok ebben a csapatban? Hogyan kell elképzelnünk mondjuk egy edzést? Milyen feltételek adottak ahhoz, hogy csináljátok ezt a sportot? Jelenleg 8 fő, aki van, vegyesen, hölgyek, urak, fiatalok, fiatalabbak, öregek nincsenek, mert olyan nincs a csapatban. És mi volt még a kérdés? Bocsánat, mert ezt hogy hogyan, milyen, tehát, hogy adottak-e a feltételek, ugye van-e kerekesszéketek hozzá, milyen fajta szék kell ahhoz, hogy a kosárlabda pályán tudjon úgy mozogni ez a szék, hogy aztán tényleg lendületben legyetek, és tudjatok dobni kosarat. Maga a kerekesszék, a kerekesszékes kosárhoz, ugye, az speciális kocsi. Azt tudni kell, hogy minden parasportnak megvan a külön kerekesszéke. A tenisznek is, a kosárlabdának is, a kerekesszékes futásnak is, mindenféle parasportnak. Na most, hát ugye itt azért vannak ütközések, vannak borulások, ugye, ami egy, például az én kocsimtól eltérő, ugye, az az, hogy ugye be van fektetve a kosárkocsinak a kereke, és plusz még hátul van egy pici kerék. Ugye a labda átnyúlásnál, hogyha jön egy hosszabb labda, és el akarom érni, akkor ne az legyen, hogy hátra borulok, hanem az megtart engem. Szóval speciális kocsi kell hozzá. Úgyhogy... Jobban össze van ez rakva, tehát erősebb anyagból van megcsinálva, ütköző zónák vannak rajta kialakítva. Hogyan sikerült beszerezni ezeket az eszközöket, ezeket a székeket? Van-e annyi, mint amennyien vagytok a csapatban? Hát van mindenkinek széke jelenleg, ugye a saját székeinket használjuk. Nem mindenkinek van sportszéke, vagy nem van, aki a normál székét használja. De ugye a polgármester úr és Östör Anna Mária, illetve Pukler Gábor, akik segítenek ebben, akik fölkarolták ezt az egész ügyet, ugye ők az ő segítségükkel szinte biztos, hogy lesznek székek. Ezeket vagy beszerezzük külföldről, mert speciálisan készítik őket elég magas költségvetéssel. Illetve van egy másik verzió, amit már én személyesen megléptem, hogy Magyarországon csináltak egy ilyen kocsit nekem. Elvileg egy 2-3 héten belül készen lesz. És az egy ilyen után gyártott, nem olyan csili-villi, nem olyan kidolgozott, de a célnak maximálisan megfelelő. Ezt hogyan kell egyébként elképzelnünk? A kosárlabdapalánk az ugyanolyan magasan van, tehát az egészséges játékosok játszanak, vagy hogyan kell ezt elképzelnünk? Már mondjad csak. Igen, ugyanolyan magasan van akkor a maga palánk. Nálunk például a lépés az, hogy kettőt tekerek, egyet pattintok.
Ez úgy lehetne összefoglalni szerintem, hogy a minden ugyanaz, mint a normál kosárlabdában. Egyetlen egy különbség van a kocsi. Igen. És egyetlen egy különbség van a szabályzatban, hogy ez a lépéshiba, amit Ákos is mondott, hogy ugye ott két lépésenként le kell ütni a labdát, itt is ugyanúgy le kell ütni a labdát, csak itt nem lépés van, hanem két hajtás. És hogyha már hármat hajtasz, úgyhogy az öletben van a labda, akkor az lépéshibának számít. Az már olyan, mint a lépés. Igen. Egyébként minden ugyanaz, ugyanolyan magas, ugyanolyan nagy. Ugyanazok a pályaméretek, nem kisebb a pálya. De sokkal élvezetesebb, mert sokkal pörgősebb, sokkal gyorsabban lehet haladni a kocsival. Ki az, aki foglalkozik veletek, illetve az edzőtök, hogyan lett ő az edzőtök? De a Kari Gábor lett az edzőnk, hát ő már a legeslegelejétől ugye velünk van, együtt dolgozunk, és hát ugye úgy szeretnénk indulni, hogy sikerekkel, meg minden motivációval teli munkát szeretnénk végigvinni velő. Mit tesztek ezért, hogy sikerüljen ez a 20-as bajnokságban egy szép szereplés? Hogyan kell elképzelnünk heti, hányszor van edzésetek, mit csináltok általában az edzésen? Csak meccsezés van, vagy ugyanúgy, mint egy más kosáredzésen vannak azért erősítő feladatok, vagy mindenféle más? Igazából az edzések, heti egy edzés van, nagyon több nem fér bele. Ugye egyedül még a terem hiány is miatt is ugye nem egyszerű megoldani azt, hogy menjünk. Ugye ezeknek a kocsiknak speciális gumi kereke van, ezért a külső pályákat nem tudjuk használni, csak tényleg benti parkettás vagy linoleumos felületű termek használhatóak, hogy ne menjenek tönkre két óra alatt a kocsik. Az edzések ugyanúgy fel vannak építve Gábor által, mint hogy egy normál edzés. Neki is 30 éves, 40 éves kosárlabda múltja van. Mi még annak idején ifibe együtt játszottunk egy pár hónapot, évet. És ugyanúgy van bemelegítés, vannak labdavezetési gyakorlatok, passzolási gyakorlatok, vannak rádobások, lefutások, tehát minden, mint egy normális kosárlabda edzésem, és van a végén játék. 2-2 ellen, 3-3 ellen, 4-4 ellen, attól függ, hogy hányan jövünk össze éppen egy edzésem. Itt a régióban egyébként van más kerekes székes csapat is, akivel tudtok esetleg ilyen edzőmeccseket csinálni? Nincs, hát ez a pikantériája a dolognak, hogy megyében ez az első. De nem csak a megyében, nem országosan is csak három nem van. Csak a, nem, igen. Az egész országban van körülbelül 3-4 csapatból áll maga a magyar bajnokság. És akkor velük még nem sikerült így egyáltalán találkozni, hogy még egyelőre megnézzétek őket. Igazából én úgy, a Gábor volt már Pécsem, olyan tapasztalatszerzésre. Igen. Még mérkőzést nem játszottunk senkivel, csak egymás között. Hát ennek is eljön majd a napja, úgyhogy hát a ezért hajtunk. A válogatottat néztük meg páran, válogatott edzést. Ugye mondtátok, hogy ilyen 8-an vagytok körülbelül a csapatban. Ehhez még kell nektek toborozni? Tehát még szükségetek van emberre? Vagy hogyan kell? 5-en vannak fönn a pályán nyilván, ugye? És akkor itt nincs olyan szabály, hogy ugyanannak az 5-nek nem szabad szerepelnie még egy negyedben. Ilyen nincsen. Nincs. Ugye annyi speciális dolog van a kerekesszékes kosárlabdában, hogy 5 ember van a pályán, de ugye mindenki másféleképpen sérült, vagy másféleképpen korlátozott a mozgásában. Ezért van egy olyan szabály, hogy minden embernek a sérülése, mozgás korlátozottsága alapján van egy pontértéke. 1-től 5-ig, ugye aki már majdnem egészséges, az 5 pontos, aki meg már szinte ki se tud jönni a síkjából, nem tud mozogni, csak felsőtest, ő pedig 1 pontos. És meg van határozva az, hogy a pályán maximálisan 14 vagy 15 pont értékű játékos lehet fönt. Hát nem is gondoltam, hogy ilyen szabályai vannak. Igen. Ennek a kerekesszékes. Tehát én egy 4 pont értékű játékos vagyok. Ákos, azt hiszem, 2-es vagy? Igen. Én vele született vagyok, és hogy az is többet ér. És a csapatnak a többi tagjai, tehát hogy körülbelül akkor úgy osztozik el ez a pont, hogy akkor az jó legyen, amikor fölléptek a pályára. Hát igen, ez megint egy taktikai lehetőség, hogy most fölteszünk, mert akár egy egészséges ember is belülhet egy kocsiban, neki 5 pont értéke van, de ugye az csak egy lehet. Tehát ha beteszek egy egészséges embert, meg engem, mondjuk egy 4 pontosat, az már 9, akkor utána már csak 3 1 pontos, vagy egy 2 pontos lehet bent, ugye, akik viszont, tehát ezt el kell dönteni, hogy hogyan jobb, hogy pihenni,
ki tud jobban passzolni, ugye, mert az egypontos játékosok, Ákos nagyon jól mozog, meg jól csinálja, de ugye vannak olyanok, akik nem a kosárlabdával születtek, csak tényleg. Meg hát azért legyünk őszintén, ugye a többiek nagy része, ugye én nem szerzett sérüléssel vagyok, ugye nekem vele született, van nyitott hátgerinc, és azért az is más, amikor az ember 36 éve kerekesszékbe ír az életét, és megvan az a rutinja, meg mindene, ugye, meg az is más, amikor valaki szerezett sérülést, és tegyük fel, 10-12 éve kerekesszékes. Szóval persze, hogy lehet, hogy persze, hogy ügyesebb vagyok, ugye, akár egy labdakezelésben, vagy egy gyorsaságban, vagy bármiben, persze, hát ez egyértelmű, mivel hogy ugye nekem gyerekkorom óta nekem ez a lábam. Igen, azon gondolkodtam is egyébként, hogy akik mondjuk te is most próbáltad ki ezt a kerekesszékes kosárlabdát, hogy mennyire nehéz volt mondjuk elsajátítani, hogy tényleg azt a kettőt görgetsz, aztán leütöd a labdát. Tehát ugye a többiek hol tartanak mondjuk ebben a többi csapattag? Igazából, ha gyorsan akarom megfogalmazni ezt a kérdést, az elején, az első két hónapban semmi más nem zavart, csak a kocsi. Minden más működött. De hát ezt hamar meg lehet tanulni, de azért hozzászok az ember, mint a vezetésnél is, hogy beül egy jóba, és akkor még jobba, és akkor az könnyen megy, és akkor fokozatosan megtanulja. És akkor most hogy áll a csapat? Hol tartotok most? Miért csak a 20-ast tűztétek ki célul? Tehát, hogy eddig nem sikerült, akkor, hogy a 19-20-as bajnokságban elinduljatok? Nem, hát ugye ennek megvan a hivatalos része, ugye a szakosztályt bejegyezni, ugye a MKOS, a Magyar Kosárlabda Szövetséggel kellett tárgyalni mindenféle dolgokról, és ugye most jutottunk el odáig, hogy meg tudtunk alakulni, és az Alba alatt az Alba Fehérvár alatt egy kerekesszékes szakosztályt tudtunk létrehozni. Hát igazából, ha jól tudom, akkor nem az Alba Fehérvár, hanem az Alba Régia Sportegyesületnek leszünk, igen, egy, igen. Vagy vagyunk már egy közgyűlési döntés alapján elvileg, igen, egy szakosztálya. Ennek a felépítése zajlik most folyamatosan. Azt akartam egyébként kérdezni most, hogy mondtad az MKOS-t, ugye az MKOS csarnokban edzetek. Az mennyire volt már akadálymentes, vagy mennyire kellett átalakítani, hogy erre a sportra alkalmas legyen, hogy parasportra bejussanak? Én ott dolgozom 4 év, az teljesen akadálymentes. Az teljesen. Mozgássérült WC-től kezdve. Bocsánat, fönt vannak az öltözők, de most van kilátásban, hogy esetleg a földszinten is, hogyha mi ott fogunk edzeni folyamatosan, akkor legyen egy öltöző is. Egy akadálymentes öltöző. Azt egyébként azért hozzátenni mindenképpen, hogy a szállodai igazgató is rendkívül sokat segít, aki az igazgatója a szállodának, igen, sok segítséget kapunk tőle. Hát akkor szép sikereket nektek ebben. És akkor picit a kosárlabdáról átmennénk egy másik témára. Ugye Ákos, amikor te itt voltál nálam vendég, akkor hát a fekvenyomásban elért érmedet is hoztad magaddal, most is egy eredményt értél el, és nem olyan régen voltál versenyen, és versenyre készülsz egészen pontosan. Hát igen, ugye hát azóta egy év, sok minden történt, jó is, rossz is. Hát sajnos azóta egyedül maradtam. Meg az edződtel történt egy tragédia. Az edzőmmel történt egy tragédia. Hogy ő már most oda fennyomja a súlyokat. De én nem hagytam abba. És ugye tavaly világbajnok lettem, most újra készülök a világbajnoki cím megvédésére. Október 20-tól 27-ig lesz Szlovákiában. Erre hogyan tudsz készülni? Mi mindenre van szükség ahhoz, hogy ki tudjál jutni Szlovákiába, hogy ott legyél ezen a bajnokságon? Hát mindenféleképpen ugye nekem most ugye hazudnék, azt mondanám, hogy a mostani felkészülésem az annyira kerek volt. Nem volt kerek. Volt az edzőm, történt ugye az edzőmmel ez a tragédia. Szó szerint értsék a nézők, én 20 éve életem első nemzetközi versenyén egyedül leszek az edzőm nélkül. Szóval ez a sportolónak ez egy akkora teher pluszba még, hogy azt elmondani nem lehet.
nem vagyok 100%-ig fölkészülve, de esélyes vagyok a világbajnoki címre. Például a tegnap előtti nyomásom alapján, hogyha most ma lenne a világbajnokság, akkor világbajnok lennék. Mekkora súly az, amivel te világbajnok lettél, és amire most megint készülsz? Hogy... Hát tavaly abszolút nem nyomtam ki magam, tavaly volt 120, most 160. 160, tehát most az a cél. Hogyan gyakorolsz? Az már megvolt. Ja, az már megvolt, és akkor nyilván ezt, vagy túl ez, szeretnéd ez még edzésen, szárnálni? Vagy... Ez edzésen megvolt, világbajnokságon lesz. Az, ugye edzésen nyomunk egy, edzésen, azért van az edzés, hogy belőjünk egy súlyt, hogy már magára a versenyre, a harmadik fogásként úgy menjünk ki, hogy az, ha álmunkból fölkeltenek, akkor is menjen. Szóval itt a 160 a VB-n a cél. Ugye mondtad, hogy most ez már nem sokára itt van, tehát ez most már október végén itt lesz. Az edződ az nem olyan régen hunyt el sajnos. Milyen most így a felkészülés? Tudod-e tartani azt, amit az edzővel eddig felépítettetek? Nagyon-nagyon sok mindent tanultam Ozitól a 20 év alatt, mint sportban, mint emberileg. Rengeteg, nagyon-nagyon sok mindenre megtanított. És próbálom azt csinálni, végigcsinálni, amire ő tanított. És hát ő arra tanított, hogy én soha ne adjam fel. Úgyhogy... És ez látszik is, hiszen menni fogsz egyedül is Szlovákiába. Igen. Az, hogy oda kijuss, az milyen anyagi terhet jelent neked? Honnan szerezel ehhez mondjuk támogatást, vagy kire tudsz számítani? Hát nagyon... Nagyon úgy most támogatóm nincs, mivel hogy most egy kicsit úgy, ugye emiatt a haláleset miatt mentálisan is nem tudtam odafigyelni a dolgaimra, így VB előtt. Így a szponzorokról is lecsúsztam ezáltal, úgyhogy most hát csak saját erőből is. És esetleg barátoknak a segítségével tudok kijutni, anyagi segítségével. Ugye, amikor itt voltál, akkor beszéltünk arról, hogy te autót is vezetsz. Most ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor most teljesen egyedül fogsz kivezetni, kimenni, vagy van egy magyarországi csapat, akihez csatlakozva te kijutsz? Nem, hát az edzőmnek ugye van egy csapat a mai napig, a Power Station, onnan megyünk ki, abból a csapatból megyünk ki, három mozgássérült, két mozgássérült társammal, én leszek a harmadik. Érdekes módon mind a hármunknak Ozi nélkül az élete első versenye lesz. És azért azt tudni kell a nézőknek, hogy az Ozi az a parasportban az erőemelésben egy nagy név volt, és nagyon sok mindent ki, sok mozgássérült ember köszönhet neki nagyon sok mindent, és nagyon sok mozgássérültet hozott ki úgy pozitívan bizonyos élethelyzetekből, hogy a sport által. És rengeteg ember, azt hozzáteszem, hogy nagyon sok ember példaképe. Amikor történt ez a haláleset, mi akkor találkoztunk, és te mondtad, hogy teljesen át kell értékelned így az egész helyzetet, azt, hogy mi lesz mondjuk azokkal a sportolókkal, akik az ő kez alatt nevelkedtek és vannak. Most hogy állsz ehhez a kérdéshez? Mit csinálsz, még mik a terveid? Hát az Ozinak az egyesülete az abszolút, az nem fog megszűnni. Marad a Power Station. A felesége, hál' Istennek, ő is fog segíteni, meg hát mindenki, csapattársak, mindenki beleteszi a munkáját, hogy ez ne szűnjön meg. A terveim a következő évekre, az ugye én fekve nyomok, meg szkanderozok, és azért azt tudni kell, hogy az edzőm, a világ legerősebb embere volt mozgássérült kategóriába. És hát most én eldöntöttem, hogy 3 éven belül fölkészülök egy mozgássérült világ legerősebb embere versenyre.
És azt hogyan? Tehát, hogy hogy fogsz felkészülni? Hát mi mindent kell ehhez még pluszba tenned? A Darázs Ádám segítségével fogok felkészülni. Teljesen mindegy, hogy milyen eredményt fogok elérni. Persze harcosan megyek, és oda teszem magam, és úgy megyek, hogy világ legerősebb ember, mozgássérült embere szeretnék lenni. De azért azt tudni kell, hogy itt olyan mozgássérült emberek indulnak el, akik például amerikai katonák, akik megsérültek. És mondok egy példát, kőgolyót, 120-130 kilós kőgolyót dobál, mert olyan fizikai adottságai vannak ugye katonaként, hogy szóval ilyenekkel kell fölvennem majd a versenyt. Azért ez teljesen más, mint amit most csinálsz, a fekvenyomás. Ez teljesen más. Mivel ugye itt azért a gerincsérülésem is közre játszik, ott majd a gerinc oszlopon lévő izmokat, azokat meg kell erősíteni. Meg teljesen más felkészültséget igényel. Ott ülve kell kis teherautót húzni, kőgolyót kell pakolni, van olyan, két ki kell ülni betonra, és akkor két személyautót tartani láncon időre. Hát ez teljesen más, mint amit most csinálsz, és amire most készülsz, de hát gondolom, hogy 3 év alatt majd akkor teljesen átáll. Persze, hát most így van, most világbajnok leszek, és akkor a következő majd ez lesz. Ez a következő cél. És akkor Tibi, így rád is visszatérve, ugye nem csak ezt a sportot segíted, a kerekesszékes sportot, hanem a légtornában is jelentős szereped van, hogy az a légtorna versenyek például megrendezésre kerüljenek, akár itt Fehérváron, ja, akár az országban. Nem sokára lesz egy légtorna verseny, hogyha erről mesélnél nekünk. Így van. Igazából két szerelem van az életemben, ami a sporthoz kötődik. Az egyik a kosárlabda, a másik pedig a légtorna, légakrobatika, légtánc. Nem kell megijedni, ezt nem én művelem, mert én maximum leesni tudnék az anyagról, de a lányaim egész magas szinten művelik, világbajnoki ezüstérmesek, ugye, ahogy volt róla szó. Ez egyik büszkeség. A másik büszkeség, ami a szívem csücske még, ugye ez a hajnal mozgástérnek, oda járnak a lányok, ez az országos versenye, Magyarország legnagyobb és legszívesebben látogatott versenye. 5 éve rendezzük meg, minden évben december elején, november végén, december elején, és mindig figyelünk arra, hogy idén is lesz. Mindig figyelünk arra, hogy minőség legyen, mind zsűri, mind versenyző, mind a külső megjelenés, tehát a színpadtechnika és egyebekben. Minden évben itt van velünk a Rippel Brothers, ugye a Rippel testvérek Feri és Viktor, Matúz János a színházból, a Fehérbe programszervezőtől. Ők minden évben a zsűri tagjai. Idén jön még Csollány Szilveszter, ugye olimpiai bajnok tornász, végülis légtornász, mert a Gyűrűn volt, illetve Csisztus Zsuzsa is itt lesz a zsűriben. A jelenleg 121-2 nevezőnk van, akik beneveztek a versenyre. Ez azt jelenti, hogy 2 napos lesz. És a helyszín is már szinte biztos, hogy az Alba Régia sportcsarnok. Mondtad ezt a 120 nevezőt, akkor ez azt jelenti, hogy 120-an fognak a 2 nap alatt versenyezni, vagy van egy rosta, amin át kell jutniuk, egy kis filmet kellett küldeniük, vagy hogyan kerülhet? Hát a tavalyi év tapasztalat alapján, ahol szintén egy ekkora létszámú nevezés érkezett, nem voltunk rá akkor még felkészülve, akkor egy egynapos verseny volt, ott valóban videót kellett küldeni azoknak a kategóriáknak, ahol sokan voltak, túl sokan voltak, és az alapján szelektált egy különálló zsűri, aki eldöntötte, hogy mindenféle név és stúdió ismerete nélkül ki az a létszám, aki befér a versenybe. Hogy ezt megelőzzük, idén már eleve 2 naposra szerveztük a versenyt, és beigazolódott, hogy ezt helyes volt így tenni, úgyhogy aki benevezett, az el is indulhat és versenyezhet. Aki ezen az országos versenyen mondjuk az első, második, harmadik helyet éri el, ők nemzetközi versenyre kvalifikálják magukat? Tehát, hogy mehetnek tovább? Hát a mi versenyünk az alapvetően nem a versenysportra épül. Ez egy művészi, inkább a művészi vonal, tehát a színházi művészi vonal az, ami erősebb nekünk a versenyünkön. Nem vagyunk regisztrált versenytagok, tehát nem csatlakozunk nemzetközi versenyekhez alá, tehát nem biztosítunk tovább, aki nyer, az nem biztosította a továbbjutását. Erre vannak Magyarországon még versenyek.
oda is járnak, nem annyira, mint hozzánk, de azt tudom mondani, hogy a legszínvonalasabb és a legnagyobb verseny biztos, hogy a miénk. Tehát ha nem is hivatalosan, de aki ezt a versenyt nyeri, az elmondhatja magára, hogy Magyarországon ő a legjobb légtornász. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeink voltatok itt a stúdióban. Picit jobban megismerhettük a kerekesszékes sportot, a fekvenyomást és a légtornával kapcsolatos terveket is. Köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönjük. És köszönöm az önök figyelmét is. A fehérvári beszélgetésekben Gajas Lakatos Ákos és Barica Tibor volt a vendégem. A fehérvári parasportról és a sportokról beszélgettünk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.